Sziasztok, hétfő van. Megyek melózni, de előtte és közben még Aldi van. Ezt a buszt kell engedni, túl legyen. Ó, sírok. Úgy látszik, hogy műsorban annyira jó az a csavar. Kell szereznem normális csavart ebbe a pedálba. Elmondom, megcsináltam a kis pedál, kis üvét is, hogy a Montiból nekem folyton kiszedni. De ahogy elnézem, kár volt. És meg folyton kinyílik így, nem tartja meg a lábamat. Majd talizunk. Jó kérdét. Pár perce, megkaptam az első címemet. Hú, megfulladok hamar. Ez pedig a Pizza Hut Astoria, most kész is lett. De két altiból egybe se jártam sikerrel, úgyhogy ez most nem tetszett nekem nagyon. Nem. Csak eső nincs abból, amit venni szeretnék. Nekem való méret se volt itt, már félfő egyáltalán nem volt. Na, megkaptam az ételt. Érdekes, hogy eljöttem 11 percre, ugye ki kellett tölteni a dolgokat, el kellett pakolni. Jeleztem, hogy ez a fajta csomagolás, amiből a külön sonkatekert van, az szerintem nem szállításra alkalmas. Erre nem kaptam választ, semmi probléma. Ha bármilyen probléma lesz belőle, vagy sérülés az étel, szerintem, hogy én szóltam. Mindegy. És 9 percnél sikerült minden előtt kijutni. Majd kaptam 6 percet. Felvétel után vigyem ki, tehát 91-ből 3 perccel kevesebb lett. Tehát 91-ből 3 perccel kevesebb lett. Azért ez így humoros. Nem viszem messzire. Vasvári pár 28-ba. Mindjárt ott is vagyok, ez a 24, 26 és ott a 28. 26, 28. Na, viselkedj! Megjöttem. Na, mint kiderült. Na. Átadtam 11 óra 6-kor az elsőt. És 950 forintot kerestem vele. Akkor most fogom magam, és elmegyek a harmadik Aldiba is. Mert kettőben voltam, és nem volt. Tegnap is voltunk egyben, és nem volt, és tegnap indult az akció. Nekem szükségem van rá, meg páromnak is. Ennek egyetlen egy oka van, hogy ez egy melegen tartó futónadrág, termobérelésű. És nekem arra szükségem van, hiszen ez az egy már elkapott. Ilyen legging. Értem, nekem nem a nadrágra van szükségem, a leggingre, mert a nadrág az zsebes és budgyos, arra nem tudok fölvenni egy másikat. És én hordok fölött egy másikat. Önmagában úgy se lenne elég. Az egyik. Mert én nem pattam rá megint. Na, most megpattam. Jön a következő címem. Hova kell menni? Madame Fou. 17 perc múlva.
Ide jöttem. A Lónyai utca 46-ba kell kivinnem az ételt. Nagyszerű, baromira örülök. Megjöttem. Szia! Na, átadtam a második címet. 11:36-kor, és jön a harmadik. Ami... Ez jó sok pénzt kaptam. Ami a Mexikán restaurant Lónyai. Itt kéne lenni, ez a hely. Ez az. Kaptam egy címet. Ugye? Fölvettem. Budára kell vinni. Ez a címem a... Menési út. 24. Na, megjöttem. Nézzük, mit ír a vendég. A recepción átveszik. Szép ez a hely. Tudnék ilyen környezetben leledzeni és dolgozni. Ja. Néha jó lenne ilyen csendben. Jön a következő címem. Nem a sarkon van. Floga Grill. Túl a biciklis úton, a vasúti híd után. És ezt mindezt 12:04-kor tettem le, tehát majdnem benn voltam az első órában.
Így most azt fogom csinálni, hogy visszamegyek a Hinyi lépcsőig, azon le, és akkor szembe át. Ez a legjobb módszer innen. Vagy kerülhetnék arra a baló út, vagy mi a bánat. Sose tudom nevét. Milyen össze-vissza forgó valami, de nem akarok arra. Itt jön majd. Itt is van. Ezzel nem lehet lebiciklizni, hogy a baj. Ezzel a géppel legalább így biztos, hogy nem. Na, mert ez az a lépcső. Nekem bejön az ilyesmi. Itt egy kis cyclocross. Csak lefelé, nem föl. De nem. Itt a Móricz. Megint nem akad be rendre, és ez a vasszus. Ki a kapja? Szép. Kell vele két normális csavar. De ha nem árulnak, miért tegyek vele egy formát? Szórakozzuk, már. Komolyan, oda tolatva kell beparkolni. Ekkora kocsival. Hol tanultál vezetni? Inkább itt megyek át. Ez jó hely. Jó, bepedig. Oda megyek. Jaj, kutyuli, kutyuli. Megjöttem. Meg is van a rendelés. Akkor beszállok én. Nem tudom melyik ajtón, de... Akkor kellene meg a maszkot, mert most ez a kötelezvény. Hamsa Bégi út 37, a szokásos irodaház. Akkor vissza ide a Bringa útra. Én által is megyek a zebrán. Szépen nyugodtan. Négyel. Büdös csaló vagyok. És kanyar. Köszönöm. Szeretjük a terepet. Nem is rád. Na most már jön. És go! Szabályos. Van egy adagkintő. És ez jó hír. 590 volt dobozzal együtt. Egy kicsit drága a doboz, de ez van. Föl fogunk mi használni, mert
lehet benne ültetni paracsitomot. Tenni kell bele álufóliát. Helyett nem kell bele tenni semmit. Csak földet. Jó. Itt kell menni. Mert innen jó a hamzsebb. Honnan is jó, de innen jobb. És ide jöttem, elvileg a szokásos helyre. Na, itt van egy jó pad. Oda lecseperedek, és ezek. Ha jön cím közben, akkor jön, ha nem, akkor nem. Tűzkutni. Na. Fogadjunk sót le. És nem. Jó. 12.21-kor nincs több címem. Ez a baj. Viszont 4610 forintot kerestem. Néhány szem krumplival a vége előtt megkaptam a 5. címemet. Jó számolom? 5. Valamit nem nézek be jól. Mindegy. A lényeg. Megkaptam. 28 percen kaptam meg. Igen, az 5. És ez a Deák Ferenc bamba marha. Hát, ugye a Hamza végitől, tehát tényleg én vagyok a legoptimálisabb helyen. Aztán a Bajcsi Zsilinszki út 19-be kell kivinni. Szerintem ez marha vicces. Tehát ez van. Konkrétan ide jöttem, mindjárt mondom, mondanám, ha működne ez a dög. 10 percre, még annyi van hátra, de már a kész az étel, ugye egy ideje. 9 percre ide jöttem, hogy felvesztem, ugye addigra kaptam meg, mert 10-re jöttem, ide 9-kor lettem föl. Abban a pillanatban kiírta, hogy 4 percen van kivinni. Már megint. Tehát ezt össze kéne egyeztetni. Ha van 9 percen felvenni, akkor ne 4 percet vegyen a leadás. Hanem maradjon meg 8 percnek legalább, de inkább 9-nek. Meg így van értelme. Excuse me. Thank you so much. Excuse me. Excuse me, this is Falcon Road. Okay. Külföldön nem tudnak olvasni. Most vagy portugálok voltak, vagy brazilok. Erre tippelek. Ó, argentin is lett tényleg. Már ide hozom, ez a 16. Kérdési. Posta vagy épület? Jó, értitek, hogy értem. Következő címem Domus Vinorum. Szia! Na ez is meg van, opa! Apácai csereje most 15/2. A cím. Jaj. Szia. Szia.
Ezt láttam. 6700-nál tartok. Következő címe az Epic Burger Dohány utca. És Rákóczi út 38-ba kell mindem, azt hiszem. Valahogy így. Megérkeztem, de az étel még nincsen, kész. Na, irány a Danubius Hotel. Elém jött a kedves vendég, úgyhogy itt átadtam. És ennek örülök. 7663 forintért. Na ez már zsír. És van fél kettő. Hát, gyerekek, így kell pénzt keresni. Érdemes nyitva tartani a szemem. Hoppá. Ki is nőttem onnan. Hogy. 33, hú, 3 percig nincs szín mindenkor. Kaptam egy címet. A Roadside Burgert. Nyolcadik cím. Végül is aki abban jöttem, nem az a marja, hogy nincs három szövegem. Hát érdekes tévhitben van az ételem. Egészen addig, mi nem jöttem meg, nem kezdte el sütni. Meglátok, jó, akkor megyek is fölteszem. Azt mondja, még 10 perc. Mondom, ez marha jó, mert 5 percetek lett volna még hátra. És 13 percre kaptam meg a címet, tehát 13 perc alatt nem jutottak el odáig, fölkerüljön a grillre a hús. Ájjájjáj. Meg lett a cím. Hát vártam rá, most van 14 óra 4. Tehát megvolt a 16 perc várakozási időm. És Nyári Pál utca 9-be kell vinnem. De simán rá lehet fordulni. Ide csak én jöhetek, úgyhogy ide rá lehet fordulni. Köszönöm. Köszönöm. Ez a 4600, ez a hátsó váltó, ez nem tudok szeretni. Olyan drága, ami nem éri meg.
Jaj, Ádám. Meg is értem. Ma már megint nyitva van a kapu, de jó. Na, lekötöttem a levegőt és megyek fel. Így a biztonságos. Kész van, átadtam. Na, megjött a 9. címem. Valami kínai büfé. Nem tudom, hogy pontosan mi a nevük. Mindjárt mondom. Kínai büfé, a Bródi Sándoron. Jó, ott már voltunk párszor. Házban, ahol várakoztam, ott voltak külföldi lányok, akik azt nehezményezték, és el sem igazuk van. Mire apartmanba jöttek, és nincs meg az apartman tulajdonos, amit nyitják ki, és ott fáznak az udvaron, ahelyett, hogy bemehetnének abba, amit kibéreltek. Sajnos senkit nem tudtam, pont a valakivel beszéltek, aki elvileg intézkedik. Meg amúgy semmit tudjak segíteni, nem tudok hirtelen nekik meleg helyet biztosítani. De ez így nagyon túl sajnálom az ilyet, mert nem azért jönnek ide, bérelnek lakást, vagy bocsánat, apartmant, ahol tudnak hétvégén vagy valamikor lenni, hogy aztán ott fagyoskodjanak kint. Na, ott a kínai büfé. Igen, jó. Megvan az ételkém, és valamit közel viszem, József szorít 28-ba. Tényleg nagyon közel van. Eljöttem, ez a 28. Átadtam. Ezt figyeljétek, itt jövök. És fordulok. Itt van megint egy roadside-os rendelés, a 10. Hát. Nem a 10. rendelés a roadside-tól, hanem a 10. rendelés ma. És ez nagyon jó hír. De akkor is, ha várni kell. Ó, pont zöldön. Meg lett az étel, persze. Megint késő, ahogy az előbb is. Minus 10 perccel. Itt ez is még kompis. És a tavasz mellő utcába kell minden.
Ez aztán a börtönlift. Sehogy se tudsz megfordulni, táskával a hátadon. Ez egész akkora. Megjött a következő címem. Pirpó Burger. Jót! Juhé! Megjöttem. Ide át kell mennem. Ide szól a kaja ugyanis. Megjöttem. Fogadok, hogy már nem működik jól a stabilizátor. Na az van, hogy vége a napnak. Ennyi volt? 4 óra. Kidomboltam magam. Ez mindjárt 4 óra. Húzok hátra az Aldiba. Megveszem a vacsorának valót. Ami főznem is kell. Aztán jönnek az otthoni dolgaim. Ez már csak így működik. Ki kell jutnom oda a kanyarodó sávba. Hát most még pont tudom, hogy megáll. Akkor marad így. Na, itt vagyok. Hamar ide értem, mert most van. Mi van most? Egész 5. 49-kor indultam, hát fogjuk rá egy hamar. De itt vagyok, most már csak legyen az, amit keresek. Akarok egy pár szemet a vacsira? Ó, de nézzetek, de szép. Gyönyörű. Ott egy óriási darab. Jaj, ez tökéletes lesz nekem a vacsira. Taridam, taridam. Hopp, 5 is kérem. Így 2, 4, 5 szem. Tökéletes. Nem gyönyörű? Nagyon gyönyörű.